Sziasztok! Ja! A mai egy olyan program, ami velünk kettőnkkel még soha nem volt, és ezért is akarom megmutatni. Létezik Győrben egy kezdeményezés, amit úgy hívnak, hogy Maci Kórház. Nem közhasznú társaság, nem adók 1%-ából él, pusztán jóindulatú, melegszívű magánemberek, cégek adományaiból és munkájából tartja fenn magát, és egyetlen célja az, hogy a kórházban fekvő kisebb és nagyobb gyermekeknek adni tudjanak egy plüsmackót, aki aztán a kórházi tartózkodásuk alatt enyhíteni tudja anyuka-apuka hiányát, és picit talán segíti őket abban a nehéz időszakban. És persze utána meg is tarthatják. Nemrég megkeresett Norbi, a Maci Kórház megálmodója, hogy mit szólnék ahhoz, ha a győri rendőrkapitánysággal közösen a kis betegeknek szétosztanánk pár mackót a kórházban. Megérkeztünk. Rendőri kísérettel fogok jönni. Így néz ki a mackó. Kit is van rajta. Állunk az útszélén egy ház előtt, várva a jelre, hogy indulhassunk a kórházba. Egyszer csak a ház kapujában megjelenik Vince bácsi egy orgonacsokorral, hogy ő még ilyen szép rendőrnőt nem látott. Nincs elveszve a világ teljesen. Számít. Naponta olyan 80-100-120 macit osztogatunk szét a gyerekeknek, attól függ, hogy az ambulancián mennyi gyerkőc fordul meg. És hogy mindenből mi a tanulság? Az, hogy mindenki adjon abból, amilyen van. Nekem nincsenek millióim, én nem vagyok híres ember, nem vagyok sztár, nekem van egy autóm, és ha örömet tudok okozni azzal, hogy ezt az autót idehozom, és megmutatom, hogy a kis Bence beleült, és tetszett neki, a kislánynak beszélt, és nyomkodta a gombokat, és ezért a pár perc örömért, hogy láttam az arcukon, az a sok évnyi meló már most megérte. Mert amikor majd egyszer ennek az egésznek vége lesz, én kitet nem viszem magammal, a gazdagok a pénzüket nem viszik magukkal, ami utánunk marad, azok csak az emlékek és az élmények, amiket adtunk. Úgyhogy tessék adni, léteznek Maci Kórház gyűjtőpontok, ahova régi plüsmacikat le lehet adni, vagy ilyen macit lehet rendelni tiszta újra a Maci Kórház Facebook oldalán.